Kedves testvérek, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Valóban, valóban erőszak áldozata vagyok, hogy én ma mégiscsak eljöttem ide, de talán nem hiába valók ezek az utak. Már hozzászoktam ahhoz, hogy éjféltálba szoktam haza érkezni, és az erőszakot azért emlegettem valóban, mert körülbelül 5-6 dolgot el kell hagyni ahhoz, hogy az ember egyet meg tudjon tenni, egy megkérésnek vagy felhívásnak eleget tudjon tenni. Hát most ezen az estén önöket választottam. Viszont azon elgondolkodom, hogy az keresztény értelmiség azok mind idős emberek? Hogy van ez? Sajnos az az igazság, hogy mindenütt ez tapasztalható, de azért az embernek adatik másfajta élmények, benyomás, és éppen ma délben még az Ötvös Egyetemen voltam, fiatal elsőéves egyetemisták készítettek felvételt a migrációval és a bevándorlással kapcsolatosan hétfőn, és abból készítettek egy filmet, és annak volt a bemutatója is, hát ott kellett találkozni nem csupán ezzel a néhány fiatallal, hanem akik mind ott összesereglettek, ott meg csupa fiatal volt, tehát így valahogy ez a mai nap helyre rázódott. Úgyhogy örülök, hogy találkozhatunk. Ilyeneket mondott kedves Gusztáv nekem, vagy Guszti, hogy kell ezt mondani? Teljesen mindegy. Mindegy, jó. Jó, hogy karácsonyra készülünk Európában és Magyarországon, hát talán készülünk. Talán készülünk, bár nagy kérdőjelet is lehet tenni. 2 évvel ezelőtt Kenyában, ahol mi vizet fakasztottunk a nyomortelepeken, több helyen is, volt egy szentmise, ez a Nairobiban, a fővárosnak a majdnem a közepén található, ez kb. 1 millió ember lakik ezen a helyen, és szentmise volt, kb. 2000-en vettek részt a szentmisén, és a mise előtt asszonyok, itt is többen vannak az asszonyok. Szóval mindig arra gondolok, hogy a világ terhét az asszonyok hordozzák, nem mi férfiak. De hát azt hiszem, hogy ez az életnek a rendje, mert mi annyira nem vagyunk képesek, és annyi terhet nem tudunk elhordozni, mint az asszonyok. Bárki bármit mondjon, bár azt mondják, hogy a átható értékeket, a világot mozgató igazságokat elsősorban férfiak képviselik, hát lehet, hogy a grémiumokban, meg különböző testületekben férfiak vannak többen, ez való igaz, de. Szóval azt akartam csak mondani a készülődéssel kapcsolatosan. Szentmise előtt, amikor ott készültünk, akkor az asszonykórus, mert a legnyomorúságosabb helyen is van azért ilyen, és az egyik asszonnyal beszélgettem, és mondja nekem, nagy tanítást adott, azt mondta, mi nem misére jövünk, mi ünnepelni jövünk. Mert nekünk szükségünk van erre az ünnepre, hogy kibírjuk a hétköznapokat. És én azt hiszem, hogy pontosan ez akár meghatározhatná a karácsonyra készülődésünket is, meg a különböző ünnepekre készülődésünket is, mert az ünnepekre azért van szükségünk karácsonyra is, hogy kibírjuk a hétköznapokat. Akinek az életéből ez kimarad, annak az életéből kimarad a lélek. Az ünnep az felülről való, az ünnep a léleknek a műve, és hogyha a léleknek nincs elegendő szerepe a mi életünkben, akkor jó esetben tenyész életet élünk mi emberek, és
és a léleknek a sodrása, a léleknek az értékei, a lélek értékei isteni értékek, ha ezek kimaradnak az életünkből, akkor földet néző emberek leszünk, és leépül az egész életünk. No, de nem ezekről szeretnék beszélni, hanem valóban akkor próbáljuk egy kicsit hangolni a lelkünket most adventben és karácsonyra készülve, mert azért talán mégiscsak keresztény értelmiségiek közül vannak itt, vagy mindenki az, akkor elvárható az, hogy erről a kérdésről őszintén és nyíltan tudjunk beszélni. Tehát egy ünnepre készülünk, adventben. Jókai Annával beszélgettem, éppen azért is örültem, hogy ez a könyv ide került. Most Anna azt mondta napokban, elég gyengén van sajnos szegény, mondta a beszélgetésben, kedves atya, tudod, ez az idei advent fekete. Aztán egy kicsit próbálta magyarázni is, hogy mit jelent ez a fekete. Erről nem beszélnék, mert kicsit szomorú dolgokat mondott. Én azt mondtam neki, Anna, akkor gyújtsunk fényeket. És én azt hiszem, hogy nekünk embereknek elsősorban nem azzal kellene foglalkozni, hogy milyenek a körülmények, milyen a helyzet, hanem mi miképpen gondolkodunk, és miképpen állunk helyt a körülmények közepette. Hiszen ha keresztények vagyunk, hívő emberek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a kovász. Hát, ha ezekre gondolunk, akkor elgondolkodtató a mi karácsonyi készülődésünk is. Próbálok vigasztaló igazságokat mondani, olyan igazságokat, amikből én magam is élek, mert azért sok mindent átél az ember, és én már csak visszafele nézek, és tudom azt, hogy minek mi volt az értelme, és nyugodt lélekkel merem mondani, hogy minden, ami történt, az nem véletlenül történt velem sem, és minden úgy volt jó, ahogy volt. Majd ez a gondolat vissza fog jönni pontosan adventtel kapcsolatban keresztelő János példáját idézve, emlegetve, mert ő egy olyan értéket jelenít meg a Krisztustól kapott üzenet kapcsán, ugye küldi a két tanítványát Krisztushoz, keresztelő János, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, és akkor Jézus válaszolja azt, amit válaszol, múlt vasárnap templomban hallottuk a választ, és ennyi. És keresztelő Jánosnak ez elegendő válasz volt. És bizony, pontosan az a fajta magatartás, ami keresztelő János magatartása, ami kifejeződött abban, hogy egy szót sem válaszolt. Nem üzent vissza semmit, hanem meghallotta, és nem véletlenül. És ez egy olyan fajta lelkületnek a megnyilatkozása, ami éppen a mi világunkból hiányzik. És ez mit jelent? Ezt ki fogom fejteni. Azt jelenti, hogy a közjava, az ügy, az fontosabb, mint az ember egyéni érdeke. És pontosan akkor, amikor mi most karácsonyra készülünk, hogyan készülünk? Nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogy egy olyan világban élünk, amely világban az egyéni érdek tombol. Az egyéni érdek mindent megelőz. És sajnos ebben a helyzetben nagyon nehéz társadalmi békére, társadalmi egyetértésre, egymásért való felelősségre gondolni. Már pedig az életünk lényege ez,
hogy összetartozunk, összefogunk, közösséget alkotunk, erőnk van, és egymás terhét hordozzuk. Különben csak a magunk dolgaival foglalkozunk, és ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb közünk van egymáshoz. No de, akkor kezdjük el. Kedves jó testvérek, az üdvtörténet központi eseménye a kiengesztelődés. Én azt, amit ma üzenni szeretnék önöknek, ehhez az egyetlen fogalomhoz kötöm. Kiengesztelődés. Az üdvösség történet központi eseménye. Mi az üdvtörténet? Isten és ember közös története. Isten úgy gondolta el a mi emberi életünket, hogy vele összetartozunk. És ez mindent meghatároz, ez a kapcsolat, hiszen az Isten képviseli azokat az értékeket, amelyekhez érdemes igazodni. És ebben a kapcsolatban az a döntő, hogy az Isten hűséges partner, az Isten hűséges társ. És ebben a kapcsolatban az ember mindig megújulhat. Pontosan az Isten hűségére hivatkozva újulhatunk meg mi emberek, mert ez az összetartozás, ez a kapcsolat megőrzi a mi emberarcunkat. És a kiengesztelődés, vagy akár így is mondhatnám, hogy a megbocsátás, vagy akár így is mondhatom, hogy az újrakezdés, ezek mind központi kérdések. Hiszen ha az ember magára marad a rossz döntéseivel, a bűn a rossz döntésünk. Ha az ember magára marad a rossz döntéseivel, akkor jaj az embernek. Mert hiszen mi a bűn? Az a cselekedet, amikor az ember csak magára gondol. Ezt egy 8 éves kisfiútól tanultam régen, és azóta nekem könnyű a dolgom, ma már ugyan hitoktatással nem foglalkozom, a gyerekeknek megmagyarázni, mi a bűn. Ilyen okosat a professzoraim sem mondtak az egyetemen. A bűn az, amikor az ember csak magára gondol. És ezzel az ember egy olyan zárt körbe kerül, amely elválaszt a másik embertől. A másik emberrel csak az kapcsol össze, hogy rá gondolok. Hogy ő a fontos. A kapcsolatunkban a másik ember a fontos. Ennek akarok megfelelni. A kiengesztelődés ezt jelenti, rendkívüli igazság ez, hogy kiragadja az embert ebből a zárt világból, amelybe önként gyalogol bele az ember. Mert csak a maga érdeke, meg a maga törekvése határozza meg. Görögöknek, a pogány görögöknek ezzel kapcsolatban van egy nagyon jellemző képe. Azt mondják a görögök, hogy minden egyes ilyen döntés, amikor az ember csak magára gondol, ez olyan, mintha a hátizsákba betennék egy követ. És hogyha ez újra meg újra ismétlődik, akkor egyszer csak olyan nehéz lesz a hátizsák, hogy agyonnyom. Tele vagyunk problémákkal, mindenki panaszkodik valamiért, és nem gondolunk arra, hogy túl sok a kő, túl sok van már a hátizsákban. És hogyha nem veszik ki ezeket a köveket, akkor egyszer csak a hátizsák agyonnyom bennünket. Hát az a sok panasz, ami nap mint nap elhangzik az emberek ajkán, az ebből származik. Ezekből a rossz döntésekből, a rossz döntés, ez magamra gondolok. És ilyenkor a másik kizáratik, másik kívülre kerül. Az ő ügye, gondja, baja nem lesz fontos. Önzés, individualizmus. Tehát rendkívül fontos ez a
kérdés. Mert az ember szabad akaratú lény, tud így is dönteni. És ugye azt mondtam, hogy a üdv történetünkben központi kérdés a kiengeszelődés ezért. Mert ha az ember nem tudna rosszat tenni, akkor erről nem lenne szó. És ugyanakkor, és most ezt egy kicsit előre vételezem azt, amit ezzel kapcsolatban szintén még mondani szeretnék majd, hogy az emberiség ma, és különösen a technikai civilizáció világában élő ember, Európa egyértelműen ebbe a körbe tartozik, a technikai civilizáció embere egy válságba jutott, egy antropológiai forradalom végéhez jutottunk. Európa ma ebben a helyzetben van. Sok minden mondatja ezt velem, te persze itt egy 50 perces előadásban nem lehet ezeket mind elmondani. Ezt táplálják bennem ázsiai tapasztalatok, távol-keleti tapasztalatok és nyugati tapasztalatok. Ez az antropológiai forradalom ezt jelenti, ez 300 évvel ezelőtt kezdődött körülbelül. Éppen most szeplőtelen fogantatásnak volt az ünnepe, ugye 1854-ben jelent meg ez a dogma, és miért? Mert az egyház vezetése kétségbeesve nézett körül, és azt állapította meg, hogy igen nagy bajban van, és ez volt 160 évvel ezelőtt. Azóta mire jutottunk? Már akkor jajongott az egyházi vezetés, a Vatikán, a pápa, hogy hova jutottunk. Pontosan az individualizmus útján, ami egyszerűen ezt eredményezte, hogy Isten és ember közös történetének vége. Ez az antropológiai forradalom ezt jelenti, hogy ez a Krisztus központú emberkép megszűnt. Mára egyértelműen. És ez ezt jelenti, hogy egy új emberkép jegyében élünk. És ez az új emberkép ember központú emberkép, amelyben az Istennek nincs helye. Az ember az életét Isten nélkül tervezi. Igen sokszor Isten ellenére. És most ne csupán a kommunista évtizedekre gondoljunk vissza, mert az egy harcos ateizmus volt a mi régiónkban, a Vasfüggönytől keletre mindenképpen, és talán éppen minket, magyarunkat érintett ez a legsúlyosabban. A többi országot nem, azokat az országokat nem, amely országok elsősorban a tőlünk elrabolt területén jönnek létre. Ott ez kevésbé volt, mert a moszkovita kommunisták azokat hagyták. Minket, magyarokat megkülönböztetetten szorítottak sarokba. És ez ebben jelentkezett harcos ateizmus. Visszagondolok kihallgatóimra. Egyszer, tudják, mindenhez hozzászokik az ember, még ilyen ávós kihallgatásokhoz is. Első időben összerándul az ember gyomra, aztán egyszer csak látja az, hogy erőlködnek, és hogyha az embernek van elég lelki ereje, akkor rossz, de nem kibírhatatlan. Főleg akkor már nem, ha az embert nem ütik, verik, és abban az időben ez már nem volt. Egyszer mondtam itt, már viccesen, tudják, ha maguk összefognának a keresztényekkel, akkor valószínű, hogy soha nem lehetne az önök hatalmát megdönteni. Nevettek. Pedig valóban így van, higgyék el. Szóval egy antropológiai forradalom végén vagyunk, a Krisztus központú emberképnek vége, egy emberközpontú emberkép van, ez Isten ellenes, Isten nélküli emberkép.
megint azért csak inkább a szó kedvéért mondom, hogy a görögök nagyon, nagyon filozofikus gondolkodásúak voltak. Arisztotelész mondja ezzel kapcsolatosan, ugye az ő felfogásuk szerint az, amit mi demokráciának mondunk, az a görögöknél nem így volt. Az, amit mi demokráciaként vizionálunk, mert az, amit mi demokráciának mondunk, az nem az. Maradjunk ennyiben. Az, amit a görögök demokrácia, amit a görögök ideálisnak tartottak, az nem a demokrácia volt, hanem a politeia. Ez a városállamok világa, ahol az embereknek jogaik és kötelezettségeik voltak. És ezért volt ez egy tökéletes forma, mert egy városállam ereje és életképessége azon múlt, hogy ott az emberek teljesítik-e a feladataikat, kötelességüket, és élnek-e a jogaikkal. Na most, ha ez jól működik, akkor azt mondta erre a görög, koinonia, ami azt jelenti, hogy igen, élő a közösség. Egymásból élünk, egymást éltetjük. Feladataink vannak és jogaink vannak. Tökéletes a rendszer. Ez a politeia. Aki ebből kilóg, a görögöknek erre van egy érdekes szava, mi is szoktuk használni, de nem biztos, hogy abban az értelemben a görögök erre azt mondják, aki ebből kilóg, aki csak jogokat szeretne. Vigyázzunk. Hányszor hallottak tüntetésen arról, hogy a kötelességünket szeretnénk teljesíteni. Hallottak? Én azt mondtam, majd akkor megyek tüntetni, ha egyszer ezért tüntetünk. Csak követelések vannak, jogok vannak, és pontosan ez az individualista, Isten nélküli emberkép pontosan ezt vizionálja, hogy az embernek csak jogai vannak. Most a görögöknél az az ember, aki ebben a politeiában, a koinoniában, a közösségi rendszerben nem létezik, nincs benne, azt úgy mondták, hogy idióta. Na, ugye, már mosolygunk is, ahogy ezt kimondom, hogy idióta. Az idióta az, aki csak magának él. Nem ebben az értelemben szoktuk mi ezt használni, de azért valami ilyet fejez ki, mikor valakire azt mondjuk, hogy idióta. Nem lehet rá számítani, eltartandó, tehertétel, stb. Tehát, ugye ma ilyen a helyzet, ebben a szituációban hogy néz ki a kiengesztelődés? Ugye azt mondtam, hogy Isten és ember élete közös. Így gondolta el, ez a paradicsomnak a képe. És mit csinál az ember? Kivonul a paradicsomból, és jól becsapja maga mögött az ajtót. Kívül. Istentől távol, éli a magam útját, járom a magam életét, élem, stb. Na most, a kiengesztelődés pontosan ezt jelenti, hogy az Isten nem hagyja ennyiben. Mert ő hűséges. Mert ő nem így gondolta el, és nagyon jól tudja azt, hogy az ember Isten nélkül a vesztébe rohan. Mert Isten nélkül az ember csak magának akar élni. Tessenek gondolkodni azon, ami van nap mint nap. A kapcsolatok válságát szenvedjük. Magyarországon már nem is házasságokról beszélünk, hanem emberi kapcsolatokról. Ezeknek 60%-a tönkre megy. Most arról ne beszéljünk, hogy ez hogy érinti a feleket, most, hogy így mondom, hogy érinti az utódokat, ha vannak. Egyre inkább az ember azt látja, hogy már az ösztönéletünk se normális. Mert ha az ösztönéletünk normális lenne, akkor megszületnének a gyerekek. Nem normális.
Már egyre többször én arra gondolok, hogy azért kellene imádkozni, hogy akik megvannak, azok legalább lélekből szülessenek újjá. Mert ha már nem születtek meg emberi ösztönökből az emberek, akkor legalább akik már vannak, azok szülessenek újjá lélekből, és akkor talán majd szülnek gyerekeket is. No de fölfogjuk azt, hogy milyen következményei vannak ennek. Ugye éppen ezek az egyetemisták is ezután érdeklődtek, hogy hogy van ez a migráció, hogy van ez a bevándorlás. Nagyon leegyszerűsítem, nem akarok erről igazából szélesebb körben beszélni. Ez egy népesedési probléma. Elfogytak az emberek nyugaton, ott meg túl sokan vannak keleten. Ez probléma itt, és probléma ott. Ők is meg akarják oldani ezt a problémát, most nagyon leegyszerűsítettem. És itt is meg akarják oldani. Ők úgy gondolják, hogy ott kell hagyni, mert ott nem lehet élni, induljunk el. Itt nyugaton azt mondják, hogy egyszerűen fölborult az egyensúly, egyébként fölborult. A korfa, Európa korfája tragikus, a miénk is, a magyaroké is. És itt azt gondolják, hogy úgy lehet ezt megoldani, hogy jöjjenek be az emberek, és akkor meg leszünk annyian, amennyi emberre szükség van, csak hogy van egy probléma. A szó teljes értelmében integrálódni nem lehet. A szó teljes értelmében az ember nem tud gyökeret ereszteni egy idegen közegben. Bárki bármit mond. Találkoztam én a világban világhírű magyarokkal, Amerikában, Kanadában, főleg Nyugat-Európában, gazdag emberekkel. Mind azt mondta. Jobban élek, meg könnyebben élek valószínű, mint otthon élnék, de otthontalan vagyok. És aki otthontalan, az sohasem lehet boldog. Mert az ember nem világpolgár. Az embernek valahol otthon kell lenni. Az otthon tudata, élménye nélkül nem lehet élni. No, de tehát ez egy ilyen próbálkozás. Biztos az, hogy az ő próbálkozásuk is rossz, meg ez a próbálkozás is rossz. A normális az, amit Isten így mondott, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok a földön. És a javak közösek. No, ne menjünk el ebbe az irányba. Tehát, Isten és ember közös történetek, becsapja az ember a maga mögött az ajtót, Isten meg kinyit egy a kaput, Isten meg kinyit egy ajtót az égen. És most ha karácsonyt emlegetem, akkor a kis gyermek, aki Jézuska, most hadd mondjam ezt így, eljön, kinyitja az ég ajtaját. Mert az Isten nem fogadja azt el, hogy ti becsaptátok az ajtót magatok mögött, akkor az Isten nyit új ajtót. És hát ugye mintaféle kicsi gyerek, figyelmetlen, kijön az ajtó, nem szokta a gyerek maga mögött becsukni az ajtót. Hát szerencsére Jézuska se csukta be maga mögött az ajtót, és nyitva van. Nyitva van, és amiről szó van karácsonykor, amiről szó van adventben, amikor karácsonyra készülünk, akkor erről ezt a gondolatot kell erősíteni magunkban, nyitva van az ég ajtaja. Isten rendezni akarja a kapcsolatát az emberrel. És talán itt egy dolgot még hadd mondjak, mert nagyon fontos. Ugye, az ember élete egy sajátos koordináta rendszerben zajlik. Ez a koordináta rendszer horizontális és vertikális. Az Isten nélküli világ horizontálisan él.
Isten nélkül. Ami ugye egyszerűen azt jelenti, hogy kimarad az ember életéből az az erő, ami a vertikális összetevőn keresztül érkezik az emberhez. Kimarad az ember életéből az isteni erő, a lelki erő. Ha nincs Isten, akkor nincs lélek, akkor az az erő, nem fizikumról van szó, testvérek. Az élet terhét nem a fizikumunkkal hordozzuk, a lelkünkkel. És hogyha a vertikális kimarad, akkor elfogyott az erő. Az igen sok nyafogásnak, panaszkodásnak ez az oka, elfogyott a lelki erő. A lélek hordozza az élet terheit. És ez a vertikális ezt jelenti, hogy az Isten fölemel. Ha csak horizontálisan gondolkodunk, akkor állandóan a fejlődéssel, a haladással, az előrejutással foglalkozunk. Csak egyet ne felejtsünk el, 1000 lépés előre még egyetlen lépés sem jelent fölfelé. Ha az ember egy picit nem tud elrugaszkodni a földtől, akkor jaj az embernek, betemeti a föld. A vertikális az azt jelenti, hogy az ember egy kicsit kiemeli az Isten. Ha van az embernek Istene, akkor fölfelé néz. Akkor ez azt jelenti, hogy talán hadd mondjam ezzel a kedves szóval, hogy megmerítkezik az ember az Istenben. Megmerítkezik az Isten szeretetében. Mert a szeretetet Istentől tanuljuk. Ezt nem mi találjuk ki. Isten előbb szeretett, ezt mondja, az üzeni a Szentírás. Mit jelent az, hogy előbb szeretett? Ez is a kiengesztelődés világában kereshető. Fontos vagy. Szeretlek. Érdemes vagy ember arra, hogy feléd fordulja. Egymással való kapcsolatunk is ezen dől el. Mennyire tartjuk érdemesnek azt a másik embert, hogy odaforduljunk hozzá. Mennyire tartjuk fontosnak azt a másik embert annyira, hogy azt mondjuk, hogy szeretlek. Jó, hogy vagy. Testvérek, ez a kiengesztelődés. Minden ember erre vágyakozik, hogy valaki mondja neki, jó, hogy vagy. Valaki mondja neki, szeretlek. Hogyha egy ember ezt az ajándékot megkapja, akkor egy ember önmagához tér. A válságok ebből adódnak, hogy emberek elmagányosodnak. Elembertelenednek. Mert nincs, aki mondja neki, jó, hogy vagy. Összetartozunk, szeretlek. Hát akkor azzal az emberrel madarat lehet fogadni. Hát nem hiába született, nem hiába él. Valakinek legalább fontos. Egyébként ugye én szegényekkel foglalkozom, hajléktalanokkal. Ugye ezeknek az embereknek a tragédiája, ez kivonulnak a társadalomból. Azt mondják, hogy őket senki se szereti. Ezek, most hogy ők mennyire hibásak, most ne ezzel foglalkozunk, csak a tényeket nézzük. Értelmetlenné válik az életük. A kiengesztelődés ezt jelenti, értelmet kap az életünk. Mert az Isten szeret. Ember élete, mert egymást szeretjük. Éppen múlt héten volt egy nagyon kedves ünnepségünk, talán még a televízió is mutatta, egy hajléktalan lakását szenteltem meg. Ugye, ez is egy érdekes, ez egy rendezett körülmények között élő ember volt, aztán elválnak, stb. És ez az ember kivonult a világból.
elment a János hegy oldalába, és éveken keresztül az erdőben húzta meg magát, és koldulta az embereknek az adományait. És aztán ugye éppen a munkatársaimmal beszélgettünk, hány ember dolgozott azért, hogy visszahozzuk. Egyedül megyek ki, és emberek sokasága kell, hogy visszahozzuk, ha lehet. És aztán ugye nagy ünnep volt, mert kis lakást kapott, és rendbe tettük, és hát elkezdte újra az életét. Most nem akarom részletezni. Kiengesztelődés. Na most Európában, és annyi minden van, amit igazából most kezdtem el mondani, amit akartam, csak még. Ugye, még egy-két fogalmat csak. Hogy az Isten mennyire komolyan gondolja a kiengesztelődést. És a mennyire komolyan gondol bennünket. Van egy ószövetségi üzenetünk, még van egy új szövetségi üzenetünk. Az ószövetségi üzenet a csipkebokor üzenete. A Mózes kérdi tőle, hogy na jó, jó, te kütsz engem, de ki vagy te? És akkor mit mond neki a hang? Aki van. Csak a héber szentírásban ez nem így van ám, hanem aki van, értetek. És itt a klúja az egésznek. Ki az Isten, aki van, értünk. És ez a döntő. És ez az Isten komolyan gondolja az emberrel való kapcsolatot, ezért érte Isten. És kiszabadítja egyiptomi rabságból a népét, mert szövetséget akar vele kötni. Szövetséget meg csak szabad felek tudnak. A rabságban lévő emberrel nem lehet szövetséget kötni. Ezért szabaddá tesz Isten az ő népét. Ez az ószövetség. A szabaddá tett nép kapcsolata az Istennel. Azt, hogy mire nagyon sokat tudnék erről mesélni, csak egy pillanatot, mert ez döntő. Egyszer azt gondoltam magamban, hogy ha ennyire szeretnénk mi az Isten szavát, ahogy azok szeretik, akikre most mindjárt utalok, milyen más lenne a világ. Én elég sokat járok Izraelbe, talán tudják a testvérek, 1992-ben 200 ezer orosz zsidó jött, és a máltai szeretett szolgálat fogadta őket. És ők mentek tovább. És hát engem minden héten el akartak vinni a zsidók Izraelbe, hogy hálálkodjanak. Aztán mondtam, hogy nem, majd ha én megyek el, akkor hálálkodjanak, de köszönöm szépen. Nem lehet megfizetni azt, amit értük, tettünk egy-egy ilyen kis kiruccanással. És ennek azért az az eredménye, hogy sok mindent megengednek nekem, olyat is, amit nem szívesen tesznek. Én palesztinokat segítem sok mindennel, a sivatagban élő beduinokat, mert ők nagyon nehéz helyzetben vannak. Többet erről nem mondok, mert mindent fölvesz a kamera. Tehát, és minden alkalommal elmegyek a gettóba. Jeruzsálemben van egy gettó. Egyébként a gettót a zsidók találták ki. Ugye maguk elzárkóztak a többiektől, hogy akkor annak volt létjogosultsága. A gettó az a hely, ahol az ortodox zsidók élnek, és ők biztosítják a szaporultot. És én oda mindig elmegyek, mert roppant érdekes élményekben van az embernek része. Minden harmadik ember magyarul köszön különben a gettóban. És egy alkalommal éppen a magyar gettót, a magyar zsinagógát fotóztam, és jött egy idős, bottal alig jövő ember, aztán azt mondja, jó napot! Nem tudtam. Na, honnan tudja, hogy én magyar vagyok? Azt mondja, nézzem, nincs olyan hülye ember, aki ezt a nyomorult zsinagógát lefotózza, az csak egy magyar lehet.
Aztán belém karolt, és bevitt a zsinagógába. Nagyon kedves fél órát töltöttem ott velük, nagyon, nagyon kedvesek, nagyon önös, de nem ez a döntő, nem emiatt hoztam, hanem egyik alkalommal megyek, és nagy éneklés, fölvonulás, fáklyákkal, minden csuda, több ezer ember, és akkor kérdem az egyiktől, hogy mi van itt? És akkor elmondja, hogy eltemettük a tekercset, mert ha megsérül egy tóra tekercs, akkor el kell, hogy temessék a zsidók, úgy temetik el, mint egy embert. Olyan módon, és most, amikor volt ez a nagy-nagy ünneplés, akkor megkapták az új tórát. És nagy, hatalmas tekercs, és így vitték, csak férfiak vihetik, ugye asszonyok hátul táncoltak, férfiak meg vitték a tekercset. 2 métert vitte egy férfi, már rohant oda a másik, már vette el tőle, hogy ő is vihesse 2 métert. Ekkora öröm bennük, hogy megkapták az Isten szavát. Akkor úgy összeszorultam picit a szívem, és arra gondoltam, mi lenne, ha mi így örülnénk az Isten szavának. Mint ahogy ezek az emberek ott örültek. Isten, csipkebokor üzenete, értetek. És a másik üzenet meg az új szövetségi, a názáreti és a betlehemi üzenet. Mária, aki Betlehemben megszüli a kis Jézust, aki az Emmanuel. Velünk az Isten. A kiengesztelődés ezt jelenti, hogy Isten velünk. Tehát nem arról van szó, hogy jó, kedvesen fordul felénk, hanem velünk van. Jézus emberré lett. Az emberi méltóságnak a kinyilatkoztatása ez. Az ember értékelése ez. Olyan lesz, mint akár melyikünk. Most erről kell karácsonykor sokat elmélkedni, majd a paptestvérek is ezt végig gondolják, mert ez rendkívüli fontos ünnep. Persze sajnos ma már a világban nem keresztény ünnep, hanem banzáj. Tehát nekünk kellene ezt az ünnepet keresztény ünnepként ünnepelni. Úgyhogy tetszik látni, szegény alpolgármester úr már bele is fáradt. Viszontlátásra. De tudom, hogy mennie kellett. Jó. Na most, kedves jó testvérek, tehát kiengesztelődés, azt hiszem, hogy valamit talán meg tudtam sejtetni ebből, hogy ez van a középpontban. Meg kell menteni az embert, mert ugye a beképzelt ember azt mondja, hogy ugyan kérem, engem ne akarjon megmenteni senki. Megmentésre szorulunk, mert tele van a hátizsák. Higgyék el, önzők vagyunk, magunknak élünk, vagy megmentődünk ebből a helyzetből, vagy agyonnyomnak a terheink. Ez halálosan komoly kérdés, és ugye most Európában, ebben a sajátos helyzetben, ami van, és erről kellene nagyon sokat beszélnem, hogy mit jelent ez az ember, központú emberkép. Egy-két jelzőt azért mondtam róla, talán így is elegendő és sejthető, de ez mit eredményezett? Főleg erre kell gondolni, egy erkölcsi válságot. Európa erkölcsi válságban van, Magyarország erkölcsi válságban van. A civilizált világ erkölcsi válságban van. Kevésbé a misztériumvallások világa. India, aztán Kína. Ez egy más világ. Nyilvánvaló, az nem keresztény eszmeiségen felnövekedett világ. Ők minden másképp néznek. És minden másképp egyensúlyoznak is. Itt most rólunk van szó.
akik keresztények lesz. Főleg európai keresztények vagyunk, Európa az egyetlen földrész, amely keresztény alapon jött létre. Egyetlen földrészem, csak Európa. Az összes többi földrész az más értékrend szerint jött létre. És ez az erkölcsi válság, ma már ugye azt mondja, nem gazdasági válságon, erkölcsi. Ma itt is halljuk minden nap, hogy hogyan emelkedik a gazdaság, a GDP, meg minden. Hát tesz, ha önök sokat nézik a televíziót, hallgatják a rádiót, állandóan erről megy. Közben a gazdasági emberek mondják, hogy erkölcsi válság van. És az erkölcsi válság azt jelenti, hogy beteg a lelkünk. Mert az erkölcs a lélek egészsége. Amikor azt mondják, csak erről már nem beszél senki. Csak kimondják, hogy erkölcsi válság. Még néha aztán úgy bután is mondják, hogy erkölcsi, vagyis morális. Hát ugyanaz. Tehát erkölcsi válság van, beteg a lelkünk. Mit jelent? Az erkölcs az egészséges lélek. Melyik lélek egészséges, amely normális? Melyik normális lélek, amelynek vannak normái? Mik ezek a normák? A parancsolatok, a törvények. Erkölcsi válság azt jelenti, hogy nem vagyunk normálisak, vagyis nem normák szerint élünk. Az a jó, amit én jónak mondok, az a rossz, amit én rossznak tartok. Mindig érvényes értékekhez igazodik az erkölcsös ember. És az értékek akkor is értékek, ha rám nézve azok negatív hatással vannak. A rossz akkor is rossz, ha én teszem. És a jó akkor is jó, ha egy olyan valaki teszi, akit én rossznak tartok. Szóval... erkölcs azt jelenti, hogy norma követő az ember, és beteg lélek pedig abnormális, öntörvényű. Hát ez az erkölcsi válság. Öntörvényűek vagyunk. Ugye Jézust is állandóan arra kérték, hogy szolgáltasson igazságot. Mikor szolgáltat igazságot nekünk, ha igazat ad nekünk? Általában mindegyikünk. Mindegyikünk valahogy így van. Na most, a kérdés az, hogy egy ilyen helyzetben mi tudunk-e adventezni? Egy ilyen helyzetben tudunk-e karácsonyra készülni? Nagyon, nagyon komoly kérdés ez. Hát, most már megnézem a papírosomat, hogy röviden mondjam, ugye azt mondjuk, itt sok mindent fölírtam magamnak, hogy ez az erkölcsi válság mi mindent jelent, de most erről nem szeretnék akkor beszélni, mert elszalad az idő, és akkor az advent ugye tudjuk, Úr jövet. Várjuk az Urat, kedves testvérek. Várjuk az Urat. Vigyázat! Jön a normáival. Tehát most az, hogy szépeket mondunk advent első, második, harmadik, negyedik vasárnapján, mi papok annak a pár embernek, aki eljön a templomba. És a többi, várjuk az Urat. Mert ez az Isten ígérete, hogy rendezi az ember életét, eljön. Ezért jön el, hogy rendezett élete legyen az embernek. Kapcsolata Istennel és kapcsolata a másik emberrel. Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket Istenünk. És nem nyugszik a lelkünk, míg nem vagyunk nyugodtak, meg nem nyugszik a lelkünk benned Istenünk. De nagyon érdekes, nem folytatjuk. Ágoston azt mondja, és egymásra bíztál bennünket. Miért hallgatjuk el? Magadnak teremtettél Isten, és egymásra bíztál.
várjuk? Várjuk az Istent? Aki értünk Isten, aki velünk Isten? Akkor várjuk az Istent, ha a másikért akarunk élni. Akkor várjuk az Istent, ha a másikkal akarunk élni. A másikkal közösséget vállalunk. Másikért áldozatot hozunk. Mekkorát, hogyan? Tehát advent, Úr jövet. Sajnos, testvérek, ez egy érdekes helyzet, párhuzamos világban élünk. Hívők és hitetlenek egyaránt. Ami, ugye azt mondják, a párhuzamosok talál, hol találkoznak a párhuzamosok? Van végtelen. Na, vigyázat, a végtelen az Isten. Na most a kérdésem az, hogy van átjárás a párhuzamosokból? Mert mit jelent ez, hogy párhuzamos utakon járunk? Egyiken a kicsinyek, a másikon a nagyok. Egyiken a szegények, másikon a gazdagok. Egyiken a hitetlenek, másikon a hívők. Van átjárás? Isten nem is így gondolta. Ezt mit csináltuk, emberek? Isten egy utasnak gondolt el bennünket. Egy úton járunk, és azon jár minden, kicsi és nagy, szegény és gazdag, hívő és hitetlen. És az Isten elgondolása az, hogy egymásért és egymással. Nagyon érdekesek ám ezek a találkozások a nyomorultakkal, meg a szegényekkel. Ott döbben az ember arra rá, hogy mire van szüksége a másiknak. És ott döbben az ember arra is rá, hogy mire vagyok képes a másikért. Addig, amíg ez nem, hogy így mondjam, emberközeli kapcsolat, addig álmodozunk. Szép álmaink vannak, hogy ilyenek vagyunk, meg olyanok, így segítjük, meg úgy segítjük egymást. Erről is lehetne beszélni. Ma a világ arról szól, hogy az emberek 80%-a szegény. 20%-a él jólétben. Hogy lehet megoldani a problémát, testvérek? Nagyon szépek a karácsonyi ajándékgyűjtések. 30 évvel ezelőtt voltam Rómában egy világkongresszuson, ahol 5000 küldött vett részt a világ minden országából, és ott mondta ki már akkor egy bíboros, a világ jövője a szegények kezében. Nagyon érdekes volt, mert ma reggel, én elég korán kelek, és 5 órakor a Vatikáni Rádiót hallgattam, és a pápa pont erről beszélt. Nagyon érdekes volt a számomra, hogy megoldható-e az emberiség problémája az ajándékozással. Vagy megosztjuk a javainkat, vagy megoldhatatlan az emberi közösség probléma. Ki akarja megosztani a javait? Nem lehet annak a tömegnek megoldani az életét azzal, amivel próbálkozunk. Tehát advent, Úr jövet, várjuk. Aztán csak, ja Istenem, Egy dolgot hadd mondjak az adventtel még. Testvérek, illúzióink áldozatai vagyunk. Tetszik tudni, hogy hívják az illúziót? És most, amikor a Úr jövet van, akkor ezen értem, és elgondolok. Tetszenek tudni, mi az illúzió? Magánélet. Akkor, amikor valaki nem akarja, hogy a másiknak közel legyen az életéhez, ez az én magánélet. Testvérek, nincs magánélet. Minden megnyilatkozásom érint embereket. Egyébként, hogy mennyire nincs magánéletünk, minden válságunk a kapcsolati válságok. Akkor hogy van ez? Akkor most, éppen most az elmúlt héten jött hozzám egy házaspár, válni akarnak. Sajnos én eskedtem őket. És válni akarnak. Mert bajuk van egymással. És? Hogy van a magánélet?
Nincs magánélete. Egymásra szorulunk. Nem tudunk a másik nélkül. Válságban van az élete, nem lehet kibírni ezzel a más, és akkor szétmennek, és utána keresi, hogy kivel lehet kibírni az életet. Egyszerűen azért, mert nem élhetünk magunknak. Tehát akkor, amikor advent van és várjuk az Urat, akkor talán még ilyenekre is kellene gondolni. Elmagányosodás, elembertelenedés. Mind-mind arról szól, ki a magányos, akinek nincs kapcsolata. Ki az, aki elembertelenedik, aki senkivel se tartozik össze. Ez magánéleti kérdés. Alapvetően a másik emberrel való problémán, gondunk, bajunknak a kérdése. Tehát sokkal inkább arról van szó, hogy alkalmasak vagyunk-e együtt élni. Fölkészülünk-e az együtt létre. Az egymással való életre. És ez az alapvetően azt jelenti, hogy még ezt mondom, mi az életünk értelme? A másokért való lét. Nekem a nagyapám 8 éves koromban mondta, édes kisfiam, az emberi élet értelme az, hogy a másik emberét élünk. Akkor hallottam először, ő volt az én első hitoktatóm. A másik emberét él. Vagy magunk maradunk. Hát aki nem tud a másikért élni, az magának, megmarad magának. És szenved. Mert a másik nélkül nem tudunk boldogok lenni. De ennek igen nagy az ára. Csak ezt az árat nem akarjuk megfizetni. Vigyázzunk. Illúziók áldozatai vagyunk. És akkor itt még beígértem, mert látom, hogy elszaladt nagyon az idő. Keresztelő Jánosról volt ugye szó. Advent. És jön Keresztelő János, és egy hamis messiás képpel áll elő. Olyan messiás képpel, amit akkor minden zsidó gondolt így. Ugye, hogy gondolkodtak a zsidók? Akinek jól megy a sora, az szereti az Isten. Akinek rosszul megy a sora, az elhagyta az Isten. És Keresztelő János, amikor előállt, akkor ezzel a hamis messiás képpel jött, hogy na, itt jön a messiás, már a fejsze a kezébe van, minden fát kivág, amely gyümölcsöt nem hoz. Kezében a szórólapátja, a pejvát kiszedi a gabonából, és azt elégetik. És akkor jön Jézus, és Jézus azt mondja, hogy ő az Isten szolgája. Azt mondja, hogy ő az emberek barátja. Ő az emberek jótevője. Ő nem a szerint, hogy kinek megy jól a sora, kinek megy rosszul a sora, létesít velünk kapcsolatot. Ő a mi testvérünk. Hát ez hogy van? És János meg ott van a börtönben, és ezt várta, hogy jön Jézus, és akkor igazságot szolgáltat, rengeteg csodát tesz, új világ. És akkor ő börtönben van. Nagyon, nagyon döbbenetes. Többször voltam azon a helyen, ahol János börtönben volt. A Heródes palotában Vörös Győző ássa ki ezt a palotát, Jordániában. Párszor voltam ott, megrázó a helynek a sugárzása is. És akkor küldi a tanítványait, és mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Nem avval foglalkozik, János azt gondolta, hogy majd jön Jézus és kimenti a börtönből. Üzeni vissza, és a János lefordította Jézusnak az üzenetét. Nem az ő sorsáról van szó, hanem arról van szó, hogy eljött az Isten országa, a vakok látnak, látjuk az igazságot, a sánták járnak, rátaláltunk az igazi útra. A szegényeknek hirdetik az evangéliumot, értik az emberek, a szegények is az Isten szeretetét. Ez jött el. És akkor János érti.
És testvérek, ez az, ami a középkori ember életét meghatározta, nem az én egyéni sorsom a döntő, hanem az ügy. És szoktuk ezt mondani, az Isten ügye rendeződik. Igen, csak lehet, hogy én belehalok. Csak a középkori ember ezt hitte. Nem az én életem a fontos, az én életem ottból a szempontból fontos, hogy én a jó oldalon állok. Akkor is, ha agyonvernek érte. De nem leszek áruló. Mert az ügy a fontos. Tessék körülnézni a modern ember életében, az egyén a fontos. Az ügy vesszen. Kit érdekel a nemzet ügye? Kit érdekel az ország ügye? Az én ügyem rendeződjön. Szóval ezek azok, amik bizony nehézzé teszik, hogy komolyan vegyük az adventünket, komolyan vegyük a karácsonyra készületünket. Testvérek, az ember életének az értelme a másik emberért való lét. Ezt ne felejtsük el, ez a szolgálat. Erre mindenkinek föl kell készülni, hogyan. Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem én szolgáljak. Tehát, ha mi emberi életet akarunk élni, akkor erre föl kell nőnünk. Boldogtalanok vagyunk, ha nem teszünk mást boldoggá. Nem leszünk jók, ha másnak nem szerzünk jót. Ez a szolgálat. Ez a szolgálat, erre föl kell nőni az embernek. Mert az emberi élet értelme a másokért való lét. És ha ezt komolyan veszem, akkor embereket mentek, és embereket védek meg. És akkor itt most kellene a Máltáról beszélnem, a Málta egy embermentő szolgálat. Itt kellene beszélnem az irgalmasokról. Én azért lettem irgalmas rendi szerzetes, mert láttam, hogy a szegény ember betegebb is. Tehát az irgalmas rend véd, biztonságot ad. Ez az irgalmas ennek a küldetése,